Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon, én Petra vagyok, ez pedig egy újabb haul videó. Az a helyzet, hogy én ezt a videót egyszer már felvettem, de úgy a minősége, a beállításom, meg a lelki erőm és kedvem hiánya arra késztetett, hogy csináljak egy újat, és ne merjem közzétenni, hogy ezzel égessem magam. Úgyhogy valószínűleg ebben a videóban néhány bejátszást azért fogtok látni ebből az előző videóból, ami egyébként egy unboxing videó volt, mert akkor kaptam meg ezeket a dolgokat, amiket most meg fogok nektek mutatni. Viszont mivel nem voltam hajlandó azt közzétenni, mert borzalmasnak minősítettem, ezért most már csak egy sima haul videó lesz belőle. Na mindegy, vágjunk is bele a videóba, hogyha szeretnétek látni, hogy mi az az 5 dolog, amit életemben először a Colourpop-tól rendeltem, akkor tartsatok velem a videó további részében. Szóval, hogyha követitek a vlogjaimat, és hogyha nézitek a vlogjaimat, és a mindennapjaimat, akkor valószínűleg tudjátok, hogy már eléggé régóta gondolkodtam azon, hogy rendelek a Colourpop-tól. Nagyon sok jót hallottam róla, és tényleg mindenféle swatchot láttam, több palettát, meg mindenki nagyon oda van érte, vagy oda volt érte, mármint azokban a videóban, amiket én láttam, és úgy döntöttem, hogy rendelek. Szóval kiválasztottam 5 dolgot, és egyébként amikor gondolkodtam azon, hogy miket válogassak össze, az elsődleges célom az az új Disney kiadásból volt a paletta és 2 rúzs, viszont szintén, hogyha követitek a vlogjaimat, akkor tudjátok, hogy sajnos azokat elvitték, és már nincsen készleten. Jelen pillanatban nem tudom, hogy van-e készleten, akkor, amikor én rendeltem a dolgokat, és amikor én szerettem volna megrendelni, leadni a rendelésemet, akkor nem volt. Úgyhogy nagyon szomorú voltam. Egy dolog volt csak, amit nagyon szerettem volna, és volt is, és ebbe a Disney kollekciós külön kiadásba, vagy nem is tudom, hogy miben volt, és azt meg is rendeltem, úgyhogy mindegy, vágjunk is bele, hogy miket rendeltem. Szóval először is szeretném megemlíteni, hogy én az elején nekem fogalmam se volt arról, hogy ez a cég az USA-ban található. Tehát fogalmam se volt, hogy amerikai a cég, és fogalmam se volt, hogy a termékek Amerikából jönnek. Ugye én Angliában élek, és nyilvánvalóan ide rendeltem. Aztán, amikor realizálódott bennem, amikor már leadtam a rendelést, azt hiszem, akkor realizálódott már bennem, hogy hát ez Amerikából jön, és akkor vajon mennyi lehet a szállítási idő? Na most én konkrétan október 1-én rendeltem meg a kis csomagomat, és 5-én, hogyha jól emlékszem, 5-én vették fel a rendelést, vagy 5-én küldték el, tehát igazából a kettő lehet akár ugyanaz, szóval 5-én küldték el nekem, és október 11-én ért ide, úgyhogy volt azért egy kis procedúra ezzel az egész dologgal, ráadásul nem tudtam megnézni, hogy hogy áll a szállítás, úgy értem, hogy hol tart éppen, merre fele tart van a kis csomagom éppen akkor, mert valami nem jó, valamit ott csinálnom kell az oldalon ahhoz, hogy tudjam nézni, de nem tudom, hogy mit. Szóval, ha esetleg van erre ötletetek, hogy ezt hogy is akarja érteni ezt a dolgot, hogy én miért nem tudom megnézni, meg követni a csomagomat, akkor írjátok meg kommentben, hát ha ti okosabbak vagytok. Oké, szóval megérkezett a csomagom, és egy borzalmasan szép kis dobozkába kaptam meg, ami kívülről nem volt annyira szép, de belülről gyönyörű volt, és azt még egyébként mai napig megvan, abba a körmös dolgaimat fogom tárolni, nem akarom kidobni, mert egyszerűen borzalmasan szép, és nagyon-nagyon meglepődtem, meg nagyon-nagyon ki volt bélelve az egész csomag, tele volt bubis cuccal, és úgy gondolom, hogy ez egyébként egy nagyon jó dolog, hogy ennyire figyeltek arra, hogy ne törjenek el a cuccok, főleg, hogy Amerikából rendeltem, Angliába, szóval azért volt egy kis uta szerintem. Útja, bocsánat. Szóval ez egy nagyon-nagyon nagy pozitívum, hogy ilyen jól kibérelik a dobozt, és ráadásul egy szép dobozt, ráadásul egy szép dobozt. Bocsánat, nem akartam szót ismételni, és beszélni se tudok, már mindig elfelejtek. Szóval ez egy nagyon-nagyon nagy pozitívum, és emiatt úgy gondolom, hogy nem kell félni attól, hogy összetörik a termék, vagy valami baj lesz. Nekem se tört össze semmi, tényleg. Pedig annyira kis
kis borzósak, meg annyira kis beledugom a kis újbegyemet és szétesik az egész, de erről majd egy kicsit később. Szóval akkor nézzük is a termékeket. Egyébként gyorsan itt még az elején elmondom, hogy az egész rendelésemnek az összege 53,50 dollár lett, ami így átvéve fontra, az körülbelül olyan 40 valahány font, szóval nem annyira sok. Mivel ugye 50 dollár fölött volt a rendelésem végösszege, ezért nem kellett szállítási költséget fizetnem, viszont adót kellett rá fizetnem, és az 10,70 dollár volt. Csak az adó. Hát én majdnem szívbajt kaptam, és így lett 64,20 pont, ami körülbelül olyan 53 vagy valami 50 valahány font körül van. Bocsánat, 64,20 dollár, és az van körülbelül olyan 50 valahány font fölött, valahogy így. Most nem néztem meg a pontos értékeket, de majd ide kiírom úgyis a videóba az összes információt ezzel kapcsolatban. Na, kezdjük is el, akkor megmutatom a termékeket olyan sorrendben, ahogy nekem itten a rendelésemben meg van jelenítve, úgyhogy kezdjük is el. Szóval először is rendeltem egy I'm Upset Lippy Sticket, nyilvánvalóan az I'm Upset az az árnyalata, és ez egy ilyen kis matt, kis stickes rúzs, és hát nagyon-nagyon jó a csomagolása, és szerintem nagyon-nagyon szép, viszont a színe az nem teljesen ugyanolyan, mint amilyet én vártam. Én azt hittem, hogy egy sokkal vörösebb, bár ez is vörös nyilván, de ez inkább olyan barnás, rozsdás vörösnek tűnik nekem, nem tudom, hogy nektek hogyan tűnik. Minden esetre így néz ki, és egyébként nagyon-nagyon szép árnyalat, gyönyörű, nekem nagyon-nagyon tetszik. Fel még nem próbáltam, de mindenképpen sort kerítek majd rá egy vlogban biztosan. És hát nekem nagyon-nagyon tetszik, jó krémes az állaga, úgyhogy semmi probléma nincsen vele, úgy gondolom. Meglátjuk, hogy meddig lesz fönn az ajkakon, mennyire lesz tartós. És egyébként ez 5,50 dollár volt, és kapunk 10 gram. 10 gram? 1 gram. Igen, 1 gram terméket, szóval hát azért nem a legolcsóbb dolog. Oké, a következő termék az talán a legnagyobb és egyetlen, mondjuk azt, csalódásom. Ez egy rúzs, aminek csoda-csoda szép, tényleg borzalmasan gyönyörű a csomagolása, rose gold színű maga a kis rúzstartó, nem is tudom, hogy mondják ezt. Rose gold színű, ilyen rózsaszínes, inkább rózsaszínes, csillagok vannak rajta, rá van írva, hogy Colourpop, minden tök fancy, csodálatos, és ez egyébként a Cream Luxe Lipstick családba tartozik, és ez a Better Off árnyalat. Na most az a helyzet, hogy ennek a színe nagyon nagy csalódás volt számomra, ugyanis, hogyha láttátok a vlogban is, illetve majd ide is be fogom tenni nyilvánvalóan a képet, én az oldalon egy ilyen rózsásabb színre számítottam, egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon szép rózsás, rózsaszínes árnyalatra, egy ilyen sötétebb színes árnyalatra. Lehetséges, hogy azért tűnt másnak a színe, mert egy fekete bőrű nőn volt a képen, viszont nekem swatchokon is úgy tűnt, minthogyha egy kicsit ilyen rózsásabb lenne. Viszont ez inkább hajaz a narancssárgára, és valahogy nekem, egyébként nagyon hasonló a két árnyalat, amit rendeltem, ezt most nézem. Minden esetre én nem erre a színre számítottam, ez itt alul, egyáltalán nem erre a színre számítottam, én nem tudom tényleg, hogy hol rontottam el, hogy mit néztem félre, vagy csak én emlékszek tök hülyén, lehet, hogy nem is így van, lehet, hogy tök jó árnyalatot küldtek, lehet, hogy én tényleg ezt akartam, nem tudom, de sajnos ez nekem nem tetszik, és az a gáz, hogy nem is áll jól, sajnos. Én úgy gondolom, nekem ezek a színek tényleg nem tudom, vagy sápadtá tesznek, és egyszerűen nem állnak jól. Nekem inkább az ilyen lilásabb, rózsásabb árnyalatok állnak jól szerintem, a barna is borzalmasan szarul áll, illetve ez a rozsdabarna, narancsárgás, ez is borzalmasan áll nekem szerintem. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ezzel a rúzsal, de lehetséges, hogy el fogom használni most, nem tudom. Különleges alkalom akkor, amikor itthon vagyok és játszok a péntek 13-mal mondjuk, nem?
Minden esetre az állaga borzalmasan krémes és nagyon-nagyon jó. A tartóságát szintén még nem teszteltem, de talán majd az arra is sor kerül valamikor. És akkor beszámolok róla természetesen vlogban. Ez a rúzs, még egyszer mondom, a Cream Luxe Lipstick családba tartozó Better Off árnyalatú rúzs került 7 dollárba. 7 dollárba, tényleg. Rendeltem egy Super Shock Shadow termékcsaládba tartozó Twitter Painted árnyalatú szemhéjfestéket, ami ultra glitteres, és ez egy mono szemhéjfesték egyébként. Elég nagy kiszerelés, elég sok terméket kapunk. Hogyha számmal szeretnétek az árnyalatát, akkor a 18-12-es, és ahogy látom, 2,1 gram van ebben a kis dobozkában, ebben a kis tartókában. Csodálatos színe van, tehát borzalmasan gyönyörű. Ez egy ilyen, elnézést, már belenyúltam, ez egy ilyen rózsgoldos, rózsaszínes, inkább ilyen kis aranyon csillogó szemhéjfesték, borzalmasan krémes, nagyon-nagyon szép, gyönyörű, tényleg gyönyörű színe van. Egy gondom van vele, az, hogy borzalmasan potyog, és nagyon sok terméket vesz föl egyszerre, és tényleg borzalmasan potyog, és hogyha azok a pici csillámok leesnek a szemed alá, akkor azt onnan soha többet nem tünteted el, legalábbis a következő fürdésedig biztosan nem, úgyhogy sajnos ez egy probléma van, minden esetre csodálatosan gyönyörű, és eléggé tartós. Én egy szemhéjbázist, egy eszen szemhéjbázissal használtam, volt rajtam 12 órát, több mint 12 órát, és nagyon-nagyon jól fönnmaradt a szemhéjon, úgyhogy ez egy nagyon nagy pozitívum neki, és ez került 5 dollárba, ami szerintem nem sok érte, főleg, hogy nagyon-nagyon sok terméket kapunk ezért az árért. Szerintem, hogyha egyáltalán nem jönnének be ezek a Colourpop-os termékek, akkor is biztos vagyok benne, hogy rendelnék belőle minél-minél többet, mert annyira csodálatos csomagolásai vannak, hogy egyszerűen csak jó ránézni. Én például ezt a következő terméket, ez a She paletta. Például én ezt a palettát csak simán kiakasztanám a falra. Nem néz neki jól egyébként, de rohadt jól néz neki. Úgyhogy simán dekorációs elemnek is megvenném őket, nem tudom. Minden esetre ez egy csodálatos rózsás paletta, mint ahogy látjátok. Nagyon-nagyon tetszik a csomagolásom, még egyszer elmondom. A hátulján ilyen kis buborékokba, tehát ez így az egész csomagolás matt, és hátul így a buborékokban, ahogy látjátok, fényesen van feltüntetve a színeknek a neve, és úgy volt található az adott szín. Nem tudom, még nem sok cégnél láttam ezt a megoldást, minden esetre nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon imponál. Hogyha kinyitjuk, akkor elnézést, egy kicsit csúnyán néz ki a sminkemet, egyébként ezzel a palettával készítettem el ma, úgyhogy majd elmondom, melyik színeket használtam, és majd egy közelít is bevágok a sminkemről természetesen. Tehát a teteje ugyanolyan gyönyörű, mint az eleje, ugyanaz van ráírva, és nagyon-nagyon-nagyon szép szerintem, és csodálatos színek találhatók benne. Tehát van 3 darab, én szaténnak látom, akkor van, nem, 4 darab, bocsánat, van 4 darab matt szín, ezekkel tökéletes sminkeket lehet elkészíteni, tehát lehet munkába menőset is, suliba menőset is, és még éjszakai bulizóset is. Tehát nagyon durván lehet kombinálni a színeket, és nekem ez nagyon-nagyon megtetszett ebben a palettában. A mai sminkemhez a Dear, a Missy, a Damsel, a Gal és a Ladylike színeket használtam, nem tudom, hogy mennyire látjátok, hogy melyikek ezek a színek, tehát ezt a 3-at, és ezt. Igen, nekem nagyon-nagyon tetszik ez a paletta, és most dolgoztam vele úgy igazán először. Egyetlen egy negatívumot tudok sajnos elmondani erről a palettáról, ami szerintem mindegyik ilyen szemhéjpúderre vonatkozik a Colourpopnál, az pedig az, hogy borzalmasan porzik az összes. Tehát megpróbálom nektek valahogy megmutatni, hogy például a Gal nevű szemhéjpúderem jelenleg hogy néz ki, úgy, hogy belemártottam csak az ecsetemet, és csak egy picikét megtapogattam, hogy tényleg valami legyen az ecseten,
de hát borzalmasan, borzalmasan gyorsan fogynak ezáltal szerintem, mert például a Missy és a Damselnél nagyon látszik, hogy már belenyúltam, de csak egyetlen egyszer használtam, de már van egy picike kis gödör a tetején, szóval így nagyon-nagyon gyorsan fog fogyni, illetve a szem alatti területemet is újra kellett sminkelnem, mert annyira borzalmasan durván potyogott, és egyszerűen nem tudtam onnan se hogyan se eltüntetni. Mindegy is, lépjünk tovább, ez a She Pressed Powder Shadow Palette, ilyen néven van fönn az oldalon, ha esetleg valakit érdekel, $16 került, ami szerintem egyáltalán nem sok érte. Meg is lepődtem egyébként a szemhéjpúderek, amaz, hogy a paletták árán, mert sokkal-sokkal drágábbra számítottam, viszont szerintem ez még egy elfogadható árkategória a szemhéjpúder palettának, szemhéjfesték palettának, bocsánat. És akkor ennek a videónak az utolsó főszereplője, a legnagyobb, a legjobb, a legjobban vártabb, vagy hogy is mondjam ezt, tehát a legjobban erre vártam, hogy ez jöjjön meg. Ez pedig a Disney Designer Collection-ből a szemhéjfesték paletta, ez a It's a Princess Thing, és csodálatosan gyönyörű, hát ez a paletta, ennek már a külseje is annyira szép, fekete alapon arany és néhány kékes, lilás irizáló csillag, és elől a hercegnők, akik inspirálták ezt az egész kollekciót, Tiana, Ariel, Belle, Jasmine, Snow White és Hamupipőke. Úgyhogy igen, ők inspirálták ezt az egész kollekciót. És a hátulján ugyanúgy, mint a sínél fel vannak tüntetve a nevek, itt most az egész matton van, és annyira gyönyörű nevek vannak, tehát ezt az előző videóban is megemlítettem, és most is meg fogom említeni, olyan nevek vannak, mert hogy a színeiknek a neve, hogy például Fairy Godmother, Prince Charming, One Kiss, Beast, van szörnyeteges, Árnyalat, jaj, nagyon durva, van Abu, Triton, Grumpy, Poison Apple, Enchanted Rose, azt gondolom az ilyen elátkozott rózsa lehet, gondolom. Magic Carpet, Chip, az nem tudom, hogy miért. Midnight Curfew, amit akkor sem tudtam kimondani, most sem tudok kimondani, de nézzük is a színeket, borzalmasan izgatott vagyok emiatt. Szóval a tetején fekete alapon színes és arany csillagok vannak, és fel vannak írva a hercegnők nevei, Jasmine, Tiana, Snow White, Cinderella, Ariel és Belle. Nagyon-nagyon szép, nagyon igényes és nagyon-nagyon szép, borzalmasan szép. És a színek, az egy ilyen kis fényes anyagon vannak, fényesebb kartonon, igen, valami olyasmi, szóval elnézést, hogy egy kicsikét így bevillan. Szóval itt vannak a színek, szerintem nagyon szép a színválaszték, fura, hogy nincs túl sok sötét szín, bár nyilvánvalóan ez egy ilyen hercegnős palettánál annyira mégsem fura, hogyha így jobban belegondolok. Szóval a Midnight Curfew és a Beast a kettő legsötétebb árnyalat, illetve még a Magic Carpet is eléggé sötét, bár azt nem értem, hogy a Poison Apple az miért rózsaszín, tehát ez így egy örök kérdés maradt számomra. És gyönyörű színei vannak, tehát például a Tingamabob árnyalat, amit mai napig nem tudok, úristen, ebbe belenyúltam. Belenyúltam, itt van az ujjamon az árnyalat, ups, mindegy, megmutatom nektek akkor már. Szóval a Tingamabob az így néz ki, ennyire nagyon durván pigmentált, és egyébként nagyon-nagyon szép, tényleg véletlenül nyúltam bele. Ez egy ilyen ezüstös árnyalat, és ugye a One Kiss, az szerintem hasonló lehet, mint a Tingamabob, csak aranyban, azt hiszem. De meg is nézhetjük akár. Aha, igen. Hasonló, csak aranyban. Ugyanígy ilyen nagyon durván élénk, ilyen nagyon irizáló szín. Hú, nagyon szép. És vannak benne matt színek, vannak benne csillámosak és szaténfényűek, szóval a felső sor az kompletten matt, vannak benne rózsaszínek, egy bőrszín,
kettő barnás, akkor ezek itt középen, és még ez a három itt alul, ezek ilyen szaténfényűek, és szerintem nagyon-nagyon szépek, és ugye a Beast és a Midnight Curfew pedig csillámos szín. Nagyon remélem, hogy ez nem az a fajta csillámos szín, aminek, hogyha a tetejét így leszeded, akkor elmúlik a csillám, és akkor úgy ennyi volt bácső. Mert ugye van olyan, ami csak így figyelemfelkeltés miatt csillámos, mert nem tudom miért igazából, nem tudom, hogy miért olyan nehéz belerakni néhány csillámot a közepébe is a terméknek, és nem csak a tetejébe, nem, de mindegy. Szóval, igen, nagyon-nagyon izgatott vagyok emiatt a paletta miatt egyébként, mert nekem nagyon-nagyon tetszik, és ugye emellé szerettem volna megrendelni a belles és a Snow White-os rúzsokat, viszont sajnos nem sikerült, hogyha esetleg valamikor az oldalon még elérhető lesz, és éppen szeretnék valamit rendelni, akkor mindenképpen meg fogom rendelni, de csak azért, hogy azt a két rúst megszerezzem, ami azt hiszem együtt 14 font dollár lenne, nem fogok még nem tudom hány dollárért rendelni, hogy 50 dollár legyen, szóval ilyen biztosan nem lesz. Viszont nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy meg sikerült szereznem ezt a palettát, és nagyon várom már, hogy dolgozhassak vele. Na, ez volt a legdrágább egyébként az összes közül, ez 20 dollárba került ez a paletta, ami még szintén nem annyira drága, mint nem tudom micsoda, szóval még mindig nem olyan vészesen drága, úgyhogy szerintem abszolút megérte ez a vásárlásom, és én nagyon-nagyon szeretem, és hát nagyon-nagyon örülök annak, hogy ilyen termékek jöttek. A Better Off rúzsal kapcsolatban tényleg nagyon gondolkodok, hogy én most azt szeretem-e vagy sem, használni akarom-e vagy sem, szóval én nem tudom tényleg, hogy mi lesz azzal a rúzsal. Tényleg, nagyon hasonló a kettő, és nem tudom, mindegy. Majd meglátjuk. Sajnos elajándékozni, kisorsolni nyereményjátékban meg nem tudom, mert már használtam. Már a számhoz is ért, bár hogyha titeket ez nem zavar, akkor azt írjátok meg kommentben, és akkor esetleg hozzácsapom majd egy közeljövőben esedékes nyereményjátékhoz. Majd meglátjuk. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett nektek, és remélem velem tartotok a következőben is. Sziasztok!